Pergamon annak idején a szenet tekintetében. Milyen körülmények vannak itt akkor? Ugye nem elég, hogy gyakorlatilag minden családtal rendkívüli Istentől adott zenei lehetséggel volt megáldva, a lehetőségek és a körülmények is nagyon számítottak, így volt ez a mi, így van ez a mi világunkban is. Esztergom egyházi érseki központ lett volna, ha nem Nagyszombatban van, akkor ugye az érsek, a herceg. Nem volt székes egyháza például Esztergomnak ebben az időben. Ebből az adódik, hogy az a zenei élet, ami egy vívós zenei életre rendelkező székes egyház köré szerveződhetne, itt nem tudott létrejönni. Hallottuk már igazgató úr beszédében a belvárosi templomnak a szerepét. Bizony a kántorok voltak azok, akik a zenei életet reprezentálni tudták a városban. Nagy divatja volt ekkortáig az úgynevezett kirkendvényoknak például, mely egy kezdetleges kis zenekari formátumot jelentett, kellett hozzá egy fordonat, kellett egy énekszólam is általában kiélegedik. És rögtön tudtak üzenni. Aztán szokás volt például, hogy elég nagy tisztesség volt kántornak lenni a városban, ugyanakkor elég egyéb mellékjövedelmekre már akkor is szükség volt a kántoroknak, nem csak most. Egyes tehetősebb városi polgárok születésnapján nagyobb ünnepségein összeverdobálva a gyerekeket például köszönteni jártak. Aztán pár évtized múltán kritika érte ezt a szokást, és némi kárpótlás vagy cserében beszüntették például ezt a szokást. Aztán a film zenei részében az első talán a legfontosabb zenével kapcsolatos mér, Szentgyár Józsefnek a neve. Az ő nevében úgy találkozhatunk esetleg azok, akik ezt a nagyon szép könyvet még nem folytathatták és távolabbról jöttek, hogy amikor Liszt Ferencet emlegetjük és az ő esztergomi miséjét, akkor megmondom őszintén, hogy én mindig Liszt javára hajtva a másik szemszögből ismertem ezt a történetet. Nagyon-nagyon érdekes volt számomra, hogy is nézett ki ez itt valójában, és ezt pedig szemszögből nézem. Ki volt ez a Szentgyár József? Tudni kell ahhoz, hogy értsük, hogy 1820-ban Rudnai herceg Tímás visszahozza ide a székhelyét Esztergomban. Az hatalmas fejlődésnek lesz így a kezdete. Idéglenes kérsegét főszékes egyháznak, a vízvárosi templomot jelölik ki. Hát ide kellett tekintélyes, rangos egyház zenei vezető. Ez lett, ő lett Szentgyár József, aki amúgy cseh származású volt, és találkozhatunk több helyen, például Budán is az ő nevében. Ekkor divat volt már Esztergomban is, például az a polgárőrségek alapulnak. Polgárőrség zenekarok, nagyon fontos zenei formációk voltak, akik Esztergomban is voltak. Sőt, már a belvárosi templomnak is volt egy polgári zenekar, ami igazából nem volt. Sokszor azt mondták, hogy ők voltak a török muzsikusok, a török muzsikát játszottak. Nyilván egy átlag alkalmazásokra számít, akkor nem a mai szimfonikus zenekar felszereltségére kell gondolnunk, hanem kell gondolnunk egy dobra, meg egy pár fúvósra, és kicsit törökös leütése miatt a török muzsikának hívták ezt. Viszont így, hogy Rudnai herceg Tímás visszaköltözött, hívta meg az ekkor Mátyás templom karnagyaként szolgáló Szentgyár Józsefet ide Esztergomban. Az ő megérkezésével lendült fel gyakorlatilag itt az élet Esztergomban. Találkozhatunk már az ő nevével, ugyanis Rudnai beiktatására egy ünnepi misét úgynevezett Missa Solemnis komponált, és az itt elhangzott annak idején. Hogy kapcsolódott a Fejér családhoz, a következő kérdéképpen. 1825 nyarán tartom, amikor Fejér Ferenc fia, János, feleségül veszi Szentgyár József Budán született Katalin nevű leányát. Mert a Katalinnak miért lett különösen fontos szerepe? Azért, mert a zenei tehetsége gyakorlatilag ő is hozta be nagy mértékben ebben a családban. Mondhatjuk, hogy ez volt a legfontosabb hozománya gyakorlatilag. Aztán találkozunk olyan esztergomi zenei nevekkel itt a könyvben, hogy Ráncmányer, kántorként és tanítvány. Feladata volt az akkori kántoroknak a rendszeres a zeneoktatás. Nagyon-nagyon érdekes, hogy milyen folyamatokat, milyen stádiumokat érünk meg, hogy mit volt
frusztrálandó az, hogy nem fölöslegesen járnak hozzá a gyerekek. Aztán mutatjuk meg Beger Miklós. Ő volt a legkisebb fia az előbb említett házaspárnak. Az ő zenei életéről tudunk legkorábban a legtöbbet. Annyit tudunk, hogy papi pályára lépett, és a pozsonyi káptalannak volt ő szubcentora. Ez egy olyasmi tisztség, aki nagyon-nagyon fontos szerepet tölt a liturgikus zene szervezésében, betanításában és igényelésében. Ám Pozsony környéki tisztségéből ide Esztergomba helyezik ő, és igen szoros munkakapcsolatba kerül Szeller Józseffel. Szeller József legkisebb fia, Károly volt. Őt Bécsben tanították ebben az időben, és nagyon-nagyon sok rövidítő a zenei rangétrán, hiszen a bécsi operának volt ő nagyon fontos zenésze, és ott a zeneszerzést is tanult. És amikor ő egyszer ide Esztergomba látogat, 1834. február 10-én került sor itt Esztergomban az első nyilvános hangversenyre. Elég fontos dátum aztán. Aztán pedig újabb szállat gyarapodik a Fejgerek zenei élete, ugyanis Szeller József felveszi Fejger János nővérét, Annát. Aztán amikor Szeller Károly hazalátogat Bécsből, ő is hangversenyről, és azt írják az akkori beszámolók, hogy elsősorban saját művei hangzanak el, valamint egy fontos kortársnak nagyon szép szerzeményét. Mai fülel hallgatva kicsit, talán rám tudjuk számunk el, tehát innen látjuk, hogy ezért milyen gyorsan röpülnek az évtizedek. Ez a kortárs Mendelssohn volt. Úgy gondoltam, hogy körülbelül másfél perc terjedelemben egy nagyon rövid kis Mendelssohn darabot belezongorázott, idézve ezt a hangulatot, mely uralkodhatott ezeken a hangversenyeken. Ez pedig Mendelssohn egyik legfontosabb sorozatának az egyik darabja, az a címe, hogy Lieder ohne Worte, erre a névre adott sorozat, és annyit jelent, hogy dalok szöveg nélkül. Talán magyarázza a zene, hogy miért is adta ezt a címet, neki Mendelssohn az elején játszott. Visszaérkezett Esztergomba, egy idejegyzetet.